Aha, itt egy folyó. Látjátok? Ott sebződött. Így, hát ott a Foldem is tőle egy kicsit meghalt, szegény. Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Ma ismételten egy mod bemutatóval készültem nektek, viszont ez nem egy szokványos mod bemutató videó lesz, ugyanis egy helyett 5 modot fogok nektek bemutatni, 5 darab különböző modot. Itt végig azt láthatjátok, még ott is tart egyébként ez a bemutató terület. És hát most kérdezhetitek, hogy miért pont 5-5, és mi ez az egész, ami most itt történik. Arról van szó, hogy nemrég került megrendezésre, néhány héttel ezelőtt, na jó, hát decemberben, a Winter Jam nevezetű verseny, ugye a 2018-as. Ez volt az első téli modkészítő verseny a Minecrafton belül. Egyébként modkészítő versenyeket azt hiszem már 2013 óta tartanak, viszont ez volt az első téli változata, illetve 2018-ban volt a második halloweeni változata, és arra gondoltam, hogy mostantól ezekkel is foglalkoztatnánk így egy modbemutató videó keretein belül, mert igazából ezek ilyen kis apró modok, amelyeket néhány hét alatt kell elkészíteni, viszont nagyon királyak, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, illetve ez az ötlet. Hogyha ez így van, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek odalent egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és az ebben a videóban bemutatott modoknak a letöltési linkjét is megtaláljátok a leírásban. Na de akkor vágjunk is bele, az első a Snow Variants mod, tehát a különböző hóvariánsokkal kapcsolatos mod. Hát láthatjátok, hogy itt mindenféle lépcsőket, illetve félblokkokat is leraktam, innentől kezdve félblokkok vannak, meg ott a következő sorban is, sőt még ott is. És igazából esetleg már valaki rájöhetett, hogy pontosan miről van szó. Ugye ezekre nem lehet havat tenni, ezekre a blokkokra. Jó, hát nyilván csinálhatunk olyat, hogy egy hóblokkot rájuk rakunk, de még az is furán néz ki, hogy így itt lóg rajta. Viszont én most a hórétegről beszélek, tehát erről, ami ugye akkor jelenik meg, hogyha havazik. És például, hogyha valaki ilyen háztetőket csinál lépcsőkből, ugye ez gyakori használata ezeknek a lépcsőknek, akkor nem lesz annyira téli hangulata, mert a hó nem marad meg rajta. Hát ez a mod ezen segít, ugyanis megváltozik ezeknek a blokkoknak a textúrája, hogyha hó esik rájuk, ami szerintem egy olyan dolog, aminek alapból bent kéne lenni a Minecraftban. Szóval nézzük is ezt meg a gyakorlatban, bár nekem valamiért egy kicsit a lépcsőkkel bebagol. Hát nyilván ez még egy elég friss mód, tehát csak a versenyre dobták össze, szóval még itt előfordulnak bugok, de azért szerintem látszódik, hogy összességében hogy néz ki, hát itt van nyilván maga a bug, de azért láthatjátok, hogy ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy fűblokkra ráesik a hó, most pont nem tudom megmutatni sehol, de annak is így a szélén megjelenik a hó, meg a tetején is, hát most már ez a lépcsőkkel is működik, hát nagyjából, amint ezt láthatjátok. Csak nyilván felülről kell rárakni, mert különben így oldalra teszi. Szóval így a lépcsőkkel még nem igazán működik, viszont a félblokkokkal igen, szóval láthatjátok, hogy igazából összességében ez látszódna a lépcsőkön is, csak ott ugye két rétegben, tehát itt az alsó részén is látszódna. Hát ezt most csak úgy oda kell képzelnünk, de egyébként láthatjátok, hogy szépen megjelenik rajta, akkor már itt leteszem mindegyikre, ha már a lépcsőkkel nem működött. Nyilván, hogyha havazik rendesen, akkor is ugyanígy megjelenik rajta a hó, és onnantól kezdve ez így fog működni. Tehát nem csak ti tudjátok rárakni a félblokkokra a havat, hanem hogyha esik magától a hó a Minecraftban, akkor automatikusan ugye rá fog így esni, és ugyanígy fog kinézni. Szerintem nagyon király, legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez csak egy ilyen kis apróság, de egyébként teljesen érthetetlen, hogy alapból a Minecraftban ez miért nem így működik. Annyira furán néz ki, de most így szerintem ez tök jól néz ki, úgyhogy a fejlesztők ezt megnézhetnék, és szerintem ők is beleegyeznének, mert szerintem ez így tökre passzolna a Minecrafthoz. A következő mod, igen, ennyi lett volna az első mod, ezek ilyen kis rövidebb modok. A következő mod a Snow Real Magic, tehát a hó igazi varázslat nevezetű mod, ami már egy fokkal több mindent ad hozzá a játékhoz. Igazából a hóblokk, illetve a hóréteg viselkedését változtatja meg így technikai szinten. Úgyhogy nézzük is meg, hogy pontosan ez hogy működik. Először is mostantól a hórétegre is hat a gravitáció. Tehát láthatjátok, hogy hórétegeket raktam az üvegblokkok tetejére, és hogyha mondjuk széttöröm ezt az üvegblokkot, akkor is szépen leesik. Tehát mostantól ezekre is hat a gravitáció. Lehet látni. Így még ilyen kis particle effekteket is csinál nekünk, viszont a vízzel már egy kicsit máshogy működik, ugyanis ha vízre esik rá, akkor az jéggé fog változni. Tehát jég lesz belőle. Ezt akkor megmutatnám még egyszer, tehát láthatjátok, hogy széttöröm,
és jéggé fagy konkrétan. Úgyhogy ez igazából így működik, ez csak egy kis apróság, alapból a Minecraftban nem hat a gravitáció a hórétegre, tehát ha széttörünk egy blokkot, ami a hóréteg alatt van, akkor a hóréteg csak úgy eltűnik. De ezért valljuk be, ez is sokkal realisztikusabb. Igen, ezt elmondtam, és az is egy külön dolog, hogy hóvihar idején emelkedik a hóréteg. Ami ugye az alap Minecraftban nem így működik, mert oké, hogyha havazik, akkor emelkedik a hóréteg, de itt ezeket mostantól be lehet állítani. Tehát hóvihar, illetve havazás, vagy más néven hóesés idején is be lehet állítani, hogy mikor hogy működjön ez a tulajdonság. Itt egyébként a config fájlokban kell ezt megtenni. Ez a kettő felel azért, én most bekapcsoltam mindkettőt, de ezzel a két gombbal tudjátok őket szabályozni. Úgyhogy én akkor ezt most be is mutatnám. Tehát itt még ugye működik ez a parancs, igen. És láthatjátok, hogy már is elkezd emelkedni a hóréteg, remélhetőleg nem tesz semmit se tönkre itt a világban. Igen, szóval szépen lassan elkezdenek megjelenni a hórétegek, láthatjátok, ott is megjelent egy például. Na most, ha én átállítom az időjárást mondjuk viharosra, akkor elvileg, aha, most még inkább besötétedett, és elvileg itt is emelkednie kell a hórétegnek, aha, ott is emelkedik, igen. Hát nyilván nem olyan gyorsan, de azért szépen lassan emelkedik. Szóval havazás idején is, illetve hóvihar idején is. Bár számomra itt a Minecraftban annyira nem látszódik, hogy hóvihar van, azt egy kicsit megcsinálhatnák a fejlesztők. Mármint az alap Minecraft fejlesztői, hogy a hóvihar esetén mondjuk sűrűbben essen a hó, vagy nagyobb intenzitással. De ez nagyjából így működik, én most ezt inkább elállítanám, mert nem akarom, hogy itt olyan sokáig havazzon. Szóval láthatjátok, hogy elég sok hóréteg megjelent itt a környéken, és például, hát azt nézem, hogy a lépcsőkre egy se esett. Na mindegy. Úgyhogy erről ennyit érdemes tudni. Illetve ezeken a hórétegeken mostantól át tudunk menni. Ami megint egy olyan dolog, ami bekerült ebben a modban. Szóval ugye alapból, hogyha egy hórétegen akarunk átmenni, ami mondjuk magasabb és nem csak egy ilyen kicsi, akkor azt át kell ugranunk. Például itt van egy egész magas hóréteg. Mostantól látjátok, szépen konkrétan benne állok. Ott lehet látni a lábamnál, hogy benne állok. Konkrétan a hóban. Úgyhogy ez is egy ilyen kis apróság. Látjátok, szépen átsétálok a hórétegen. Nyilván ez magasabbal is működik, tehát ha mondjuk ide rakunk egy ilyet, akkor ezen is át tudok menni. Ott vagyok benne. Tehát, hogy akárcsak a való életben, ugye ott se az van, hogy a hónak a tetején megyünk, hanem belesétálunk konkrétan a hóba, ami lelassít minket. Azt mondjuk még megcsinálhatta volna a modkészítő, hogyha hórétegen haladunk át, akkor egy kicsit lelassuljunk tőle, mert azért ugye alapból a való életben ez így működik, hogy lassabban lehet benne menni. És akkor menjünk is tovább, mert még ez a mod mindig tart, még mindig vannak különlegességek benne. Például az, hogy a hórétegekre mostantól magas füvet, kerítést, virágokat, kőfalakat és egyéb ilyen dolgokat is tehetünk. Láthatjátok, hogy itt például megmarad a hóréteg. Ezt egyébként én raktam így ide, vagy lehet, hogy most havazás során került ide ez a hóréteg. Alapból a Minecraftban így néz neki. Ez azért elég ronda, nem? Tehát ez engem mindig is zavart, hogy konkrétan ahol van magas fű, az ilyen havas biomokban, ott mindig ilyen zöld foltokkal találkozik a játékos, mert egyszerűen nem képes ez a két blokk egy helyen meglenni. Viszont itt láthatjátok, hogy milyen szépen működik ez ennek a modnak köszönhetően. Szóval ez is egy olyan dolog, aminek alapból bent kéne lennie szerintem a Minecraftba, de ez mindjárt kiderül a gyakorlatban is, mert itt még van néhány érdekesség. Például a magas fű, amit mondjuk most ide teszek, tehát láthatjátok, hogy ezzel is ugyanúgy működik. Hát akkor lehet, hogy ezzel pont nem, akkor ezt benéztem, mondjuk azt nem is írtam a mod weboldalán, csak azt hittem, hogy működik. Akkor magas fűvel nem működik, viszont azt tudom, hogy kerítéssel nagyon is működik, tehát hogyha most rakok ide hóréteget, akkor láthatjátok, hogy rendesen lehet ezeket stackelni, sőt egyébként itt is, tehát el tudja lepni esetleg a füvet vagy a kerítést, ami szerintem egy nagyon király dolog. Egy olyan feelinget ad az egésznek, mintha már évtizedek óta itt állna ez a kerítés, és már számtalanszor ráesett volna a hó, már félig meddig be is temette az idők során. Szóval ez azért szerintem nagyon király, ez a kőfalakkal is ugyanígy működik, csak nyilván utólag kell odarakni a hóréteget. Hát ez nagyon király. Akkor nézzük meg mondjuk a... nem tudom, hogy működik-e... Azt itt le se tudom tenni? A
Száraz kórót. Úgy tűnik, hogy nem, viszont ezt le tudom tenni, és ezzel is működik ugyanúgy, akármilyen réteget is csinálok. A virágokat még nem mutattam meg, bármilyen virágot teszünk, azzal is működik. Most például el is tűnt szegény virág, hopp, és vissza is tért. Úgyhogy ez megint egy ilyen kis apróság, ami szerintem nagyon király, és tényleg hiányzik a Minecraftból. Ezek ilyen kis apró dolgok, de szerintem sok játékos zavarnak egyébként. Viszont erről nagyjából ennyit érdemes tudni, egyébként itt vagyok. Oké. Jó, akkor ezekkel megvagyunk, de még mindig tart ez a mod, ez azért már valamennyivel nagyobb mod, mint az előző, az a lépcsős mod. Például a hóréteg a jég felszínén is összegyűlhet, tehát mostantól a jég felszínén is meg tud jelenni. Nem tudom, hogy a Pack Dice-szal működik-e, tök jó, hogy leraktam a hóréteget, mert pont kellene. Nem tudom, hogy a Pack Dice-szal működik, aha, de működik, hát itt van. Igen, viszont nekem most a sima jég kéne, és azt hiszem tudom is, hogy hol fogok találni sima jeget, mégpedig itt, igen, ez a sima jégblokk, és most már erre is lehet tenni hóréteget, és ugyanúgy csúszok rajta. Ugye alapból a Minecraftban nem lehet hóréteget tenni a jégblokkra, azt hiszem az üvegblokkra sem, de mostantól ennek a modnak köszönhetően lehet tenni a jégblokkra, ami megint csak azért jó, mert hogyha rendesen havazik a Minecraftban, akkor mostantól a jégblokkokon is össze tud gyűlni a hó, ami szerintem nagyon király. Illetve a levélblokkokról, hogyha esetleg hó esik, például ott is van, hó esik a valamilyen fára, akkor annak a leveleiről particle effektek fognak lehullani, mint amikor a fákról lehullik a hó. Biztos láttatok már ilyet a való életben. Na most ezt valahogy megpróbálom prezentálni, mert itt annyira nem esett hó a fára. Oké, jaj, nem akartam másik kezembe rakni, így né. És elvileg, aha, ott van. Nem mindig jelenik meg, de hát a való életben sem. Úgyhogy várnunk kell. Hopp, ott esett le megint egy kicsi. Ugye a Windows 10-es Minecraftban ez alapból egy jelenség, illetve ott még fehérré változnak a levélblokkok is, nekem még az hiányzik ebből a modból egyébként. És még egy dolog, amiről nem tudom, hogy pontosan mit jelent itt a modon belül, ez a Black Magic, vagyis a fekete mágia, vagy a sötét mágia. Ez nemrég került be a modba egy frissítésnek köszönhetően, viszont nem tudom, hogy mit csinál. Viszont még a videó előtt írtam a mod készítőinek, hogy ez pontosan mit jelent, és pont most néztem meg, és válaszolt, úgyhogy most már el tudom nektek mondani. Szóval azt jelenti, hogy világgenerálásnál legyen a fű alatt hóréteg, illetve hogyha esik a hó, akkor meg tudjon jelenni a fű alatt, tehát itt a magas fű alatt a hóréteg. Tehát, hogy esik a hó, akkor meg tudjon ez jelenni. Tehát rá tudjon esni konkrétan erre a blokkra a hó, annak ellenére, hogy már van rajta egy magas fűblokk, vagy egy virág, vagy egy kerítés, vagy bármi igazából. Szóval ez így működik, és ennyit jelent ez a fekete mágia. Hát nem tudom, hogy miért kellett így elnevezni, azt hittem, hogy valami sokkal izgalmasabb dolog, de igazából ennyi. És igazából ennyit érdemes tudni a Snow Real Magic nevezetű modról. A következő modot csak így megemlítem, ez a Worlds Retold, tehát a világok újra mesélve nevezetű mod. Ez egy annyira király mod, srácok, hogy úgy döntöttem, egy külön videót készítek róla, amit talán már jövő héten, de egyébként néhány héten belül látni fogtok a csatornán. Annyira király ez a mod, hogy nem fért volna bele ebbe a videóba, szóval egy külön videót készítettem róla, rövidesen azt is láthatjátok. Viszont akkor menjünk a következő modra, amit most be is mutatok nektek, ez a Bouncing Snowballs nevezetű mod, vagyis magyarul a patogó, ugráló hógolyók. És hát igen, ez egy új hógolyót ad hozzá a játékhoz, mégpedig a feltöltődött vagy feltöltött hógolyót, amit így kell lekraftolni, kell hozzá 4 darab hógolyó és 5 darab puskapor ebben a formában. És így néz ki alapból. Szerintem egyébként egész király kis textúrát kapott. Jó nagy, most látom. Viszont ha megpróbálom eldobni, akkor kiírja, hogy a hógolyó ágyú, a hógolyó kilövő kell hozzá. Úgyhogy önmagában ez így nem fog működni, le kell kraftolnunk hozzá ezt a kilövőt is. Amihez szükségetek lesz 2 darab vasblokkra, 3 darab kőtéglára, illetve egy gombra. Ami lehet kőgomb vagy fagomb is. És akkor nézzük is meg, hogy ez hogy működik. Kicsit arrébb megyek, mert kipróbáltam videó előtt és elég nagyokat tud robbanni. Ott pedig egy jeges medve van, hát őt nem akarom bántani. Igen. Tehát elég király, itt a hórétegek kicsit bevágolnak a mod miatt, de mint a többi mod miatt, ugye nem mindegyik kompatibilis egymással, de azért elég király. Jaj, bocsi, hógolyó, vagy hó, jeges medve, szegény jeges medvét hógolyónak hívtam. És azt nézzétek, hogy egyensúlyozik a nagy tömegével ezen a kis vékony hórétegen. Jó, tehát... Hogy? Igen, hát gyönyörű robbanások keletkeztek, egyébként így néz ki a végeredmény. Hát nem túl szép, igen.
egyáltalán nem szép, de egy nagyon király fegyver is, nagyon jó húgolyó csatákat lehet vele rendezni szerintem. Úgyhogy erről ennyit érdemes tudni. Ez volt a következő mod, ez a harmadik mod. Ugye a World's Retold modot nem számoljuk bele a mai videóban az öt különböző modba, mert arról egy külön videó készül majd. Viszont ezzel kapcsolatosan ennyit érdemes tudni, megyünk is tovább a következő modra, ami az egyik legnagyobb mod ebben a videóban, ez pedig a Snowmancy mod, ami hát valamennyivel több dolgot ad hozzá a játékhoz. Láthatjátok, hogy ilyen nagy crafting receptet még soha nem mutattam be nektek. Kezdjük ott, hogy van egy új blokk, mégpedig a hóember építő blokk, amit így kell lecraftolni, kell hozzá két darab vasrúd, egy packed ice blokk, két darab cobblestone, egy fehérre festett üvegblokk, két darab hóblokk, illetve egy jégblokk. Szóval elég változatos crafting receptje van, viszont így néz ki, hogyha lecraftoljátok. Ez a hóember építő blokk, és ez csak is havas biomokban működik. Tehát például ebben a biomban működni fog, de ha mondjuk a sivatag kellős közepén teszitek le, akkor itt fent vagy valahol ki fogja írni, hogy nem működik ebben a biomban. És hát most nyilván mondhatnátok, hogy ugye a Minecraftban a alapból is hórétegek keletkeznek a magasabb helyeken, például a hegyek tetején, még akkor is, hogyha nem egy havas biomban vagyunk. Erre is gondolt a készítő, ott sem fog működni ez a blokk. Na most akkor nézzük meg, hogy kell hóembert építeni. Ahhoz, hogy egy hóembert építsünk ebben a gépben, szükségünk lesz három darab hóblokkra, valamilyen fegyverre, ezt majd mindjárt elmagyarázom, valamint 7 darab szénre, és valamilyen sisakra, ami megint csak bármilyen sisak lehet, ezekről mindjárt részletesebben beszélek, illetve egy sárgarépára. Na most a sárgarépa az lehet aranyrépa is, ez nem jelent különbséget, tehát a hóemberünk nem fog máshogy viselkedni, mert igen, életre fog kelni egyébként ez a hóember. Szóval nem jelent különbséget, csak a kinézetében, tehát lehet majd látni az orrán, hogy most sima sárgarépából építettük, vagy aranyrépából. És akkor szerintem építsük is meg a saját hóemberünket. Most nyilván mondhatjátok, hogy azért ez egy elég nagy crafting recept, én ezt nem akarom megjegyezni. Nem is kell, ugyanis erre is gondolt a modkészítő, és saját magától bepakolja az itemeket a megfelelő helyre. Tehát, hogyha shift bal klikkelünk az adott itemre, akkor már is berakott három hóblokkot, a különböző szeneket is, a répát is, a kis sisakot is, illetve a kardot is. És megjelent itt a fagyott hóemberünk, de nem tudom kivenni. Próbálnám kivenni, de nem jön, viszont ott megjelent egy kis piros pötty. Nem tudom mennyien látjátok, elég kicsi. Ez azt jelenti, hogy addig van kész a hóemberünk, ezt az egész csíkot itt fölötte fel kell töltenünk ahhoz, hogy kivehessük. És most jön egy nagyon különleges dolog, ami szerintem egy nagyon ötletes dolog egyébként, mégpedig az, hogy 8 darab hógolyót kell rádobni erre a gépre. Így lehetett is hallani a hangjukat, és itt van a zöld csík, megjelent, elég volt a 8 darab hógolyó, és most már kivehetjük. És itt vannak a különböző dolgok, ugye mivel nem raktunk neki aranyrépát, mint orr, ezért az nincs rajta, ezt itt írja is. A támadási típusa ütés, ugye mivel kartot adtunk neki, 7 darab damage-et fog okozni, már csak azért is, mert ugye alapból a Minecraftban 7-et sebeznek a gyémánt kardok. És nincs rajta örök hideg, ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan micsoda. Viszont akkor nézzünk meg néhány más típusú hóembert. Például legyen egy olyan, aminek aranyrépa van az orra helyén. Illetve a fegyverre legyen mondjuk egy hógolyó, ha már hóemberről beszélünk. Valamint a sisakja legyen egy gyémánt sisak. Oké. Akkor ezeket is beteszem. Így, aranyrépa, hogy, és fegyvernek egy hógolyó. Szóval gyűjtök még néhány hógolyót is, mert azok is fognak kelleni. Ezt nem akartam kiütni. Ó, és pont 8-at kaptam, nagyon jó. Oké. És meg is van. És elvileg ennek most már arany orra lesz, ami nagyon király, úgyhogy tegyük le őket. Itt van az első, akinek, aki még a sima hóember, jobb klikkel tudjátok letenni, és itt is van. Itt van a mi kis hóember pajtásunk, elég kicsi egyébként, ahhoz képest, hogy három blokkot kellett felhasználni, szóval elvileg három blokk magasnak kéne lennie, és ott van a kis orra, leteszem a másikat is, és lehet látni, hogy neki már aranyorra van. Oké, akkor most menjünk mondjuk ide, itt elég sötét van, és elvileg be fognak spawnolni a mobok, a szörnyek. Ja, egyébként ők nem követnek titeket, szóval nektek kell ide csalni a szörnyeket. Tehát annyira nem hűségesek, mint a farkasok, illetve a kutyák, nem fognak követni titeket, viszont megtámadják a szörnyeket, hogyha arra kerül sor. Na most azt nézem, hogyha én esetleg használnék ilyen kötelet, akkor tudnám-e őket magammal húzni.
Ídni, oké. Akkor hol a másik? Ajaj, már is elvesztettem egy hóembert, itt van. Oké, megvannak mindketten. Egyébként annyit érdemes tudni még ezekről a hóemberekről, hogy nem túl jó a célzó képességük, mivel azért elég gyenge kezeik vannak. Láthatjátok, hogy két kis pálcika. Érdekes mondjuk, hogy a hóemberépítő blokkba nem kellett botokat tenni így a kezének. Na mindegy. Szóval nem annyira jó a célzó képességük, hogyha például íjat adtok nekik, akkor nem fogják mindig eltalálni vele a szörnyeket. A karddal se tudnak annyira jól bánni, de attól függetlenül nagyon aranyosak. Hát a szörnyek nem igazán akarnak bespawnolni. Oké, srácok, hát úgy gondoltam, hogy segítek egy kicsit itt a szörnyeknek. Itt van például egy zombi. És már dobálja is hógolyóval, ugye neki hógolyót adtam fegyvernek. Hopp, és meg is halt. Na, te? Ő neki ugye kardja van. Szóval elvileg... Ha már megy is utána, én őt el is engedem szerintem. Aha, kicsit lassú valamiért. Menjél, barátom. Milyen kis aranyosan igyekszik fölfele. Hoppá, is megtámadta a gyémánt karddal. Megy szépen utána. Zombi barátom, te nem akarsz kimenni a napra, ugye? Ott el fogsz égni. Na most én itt segítek egy kicsit a hóember barátunknak. Megpróbálom egy kicsit bezárni ide ezt a zombit. Oké, és jön az elkerülhetetlen bosszú, mint egy horrorfilm, úristen! Azt nézzétek, srácok, mint egy horrorfilm, csak így szépen sétálod, és meg is ölt egy zombit a hóemberem, ő még nem is sebződött, ami elég király. Na most téged itt hagylak egyenlőre, mert még fontos feladatod lesz. Megnézzük, hogy milyen hóembereket lehet még építeni. Ugye már kettőt építettem. A következőnek mondjuk adjunk egy íjat, nem tudom, hogy nyilakat kell neki adni. Illetve adjunk neki ilyen új jégblokkot. Ez egy új jégblokk, ami bekerült a játékba, mégpedig az örök hideg, az örök fagyos jégblokk. Ezt így kell lekraftolni, kell hozzá 4 darab sima jégblokk és 4 darab packed ice blokk. És akkor kaptok egy darab ilyen hideg blokkot. Hát ez annyira hideg, ez a jégblokk, olyan sok különböző jégfajtából kell lekraftolni, hogy nem fog elolvadni. Még a sivatag közepén sem. Annyira hideg. És ez azért is jó, mert ezek a hóemberek, akiket most ugye lekraftoltunk, hoppá, szia. Szóval ezek a hóemberek el fognak olvadni a nem havas biomokban, tehát a melegebb biomokban elolvadnak. Hát nem tudom, hogy ezt be tudom-e mutatni esetleg valahogy. Talán hogyha remélhetőleg nem fullad meg így. Nem tudom, ez itt már meleg biomnak minősül, ez a kis pici biom. Aha, itt egy folyó. Látjátok? Ott sebződött. Íj, hát ott a foldem is tőle egy kicsit meghalt, szegény. Az nem biztos, hogy kellemes érzés lehetett. Itt van, nézzétek? Sebződik, tehát a meleg biomokban meghal, szegényke, elolvad. Viszont ezen könnyen tudunk segíteni, mert hogyha adunk neki ilyen örök hideg jégblokkot, akkor már semmi baja nem lesz. Szóval én most berakom ide megint a különböző dolgokat, és az örök jégblokkot egyébként a sisakjának kell berakni, és akkor kap egy íjat. Oké, akkor kell nekünk hógolyó. Háj, azt honnan szerezzek már megint? Nincs elég hógolyó, srácok, télen ez hogy lehetséges? Oké. Oké, szerintem eleget kapott. És itt is van. És láthatjátok, hogy ha most lerakom itt a meleg biomban, nem itt volt, hanem itt volt, ugye itt halt meg az előző, akkor ő már nem fog elpusztulni. Látjátok? Tehát ő itt nagyon is jól érzi magát, mert itt írja, hogy Evercold True, tehát hogy van rajta örök hideg jégblokk. Úgyhogy róla ennyit érdemes tudni, még azt megnézhetjük, hogy hogy támadja meg az íjával a szörnyeket. Hát mondtam, hogy nem túl jó célzó. Barátom, segítek egy kicsit, jó? Azaz, 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 gyerünk, 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 megfogod, megcsinálod, azaz, és megölte. Nagyon ügyes vagy, gratulálok, kapsz egy hógolyót, nem tudom, megeszed? Pedig az milyen király lenne. Jó, úgyhogy erről ennyit érdemes tudni, viszont ezt a nagyon hideg jégblokkot lehet még valamire használni. Ugye az előbb mondtam, hogy ezek a hóemberépítő blokkok nem működnek a meleg biomokban. Szóval, hogyha ide lerakom, akkor kiírja, hogy a biom az nagyon meleg. Túlságosan is meleg ahhoz, hogy működjön. Viszont ezt könnyen orvosolhatjuk, ugyanis hogyha például a sivatag kellős közepén akartok hóembert építeni valamiért, akkor csak körül kell vennetek ezt a blokkot ezekkel a blokkokkal. Nem tudom, hogy ez így megfelele. Aha, látjátok, eltűnt a szöveg. Viszont ha kiütöm,
Aha, látjátok? Tehát még így is kiírja, hogy van mellette egy. Tehát legalább két blokknak közvetlenül a hóemberépítőgép körül kell lennie ahhoz, hogy meleg biomokban is működjön. Úgyhogy ez nagyon ötletes szerintem, ezt tök jól megcsinálta a készítő. És igazából itt ugye a fegyverek közül már csak a tojás maradt ki, de azt szerintem el tudjátok képzelni, hogy dobálja vele az ellenfelet, tehát az igazából semmi extra. Ja, és ezt kihagytam, hogy hogy lehet visszahívni ezeket a hóembereket. Hát vagy úgy, hogy shift jobb klikkeltek rájuk, tehát shift jobb klik, és így fölvettem, vagy megölitek őket, ami nem túl kellemes érzés számukra, de ez is egy megoldás, és visszakapjátok. Szóval ez a két mód van arra, hogy visszaszerezzétek őket, hogyha nem akarjátok, hogy ott mászkáljanak, mert mint mondtam, ezek a hóemberek nem fognak titeket követni. És el is érkeztünk, srácok, az utolsó modhoz ebben a videóban, ez pedig a Legendary Winter mod, tehát a legendás tél mod. Hát ahhoz képest, hogy legendás, nem sok mindent ad hozzá a játékhoz, még elég kezdetleges, és a verseny óta nem igazán frissítették, de hát megpróbálom bemutatni, ami jelenleg bent van a modban, és működik is, bár nem sok minden működik benne az a helyzet, de az alapkoncepciót azt mindenféleképpen érdemes ismerni. Szóval van egy új érc, így fog kinézni, ez a Polarium érc, és hát nyilván a föld alatt fogjátok megtalálni a fagyosabb rétegekben. Hát jelenleg ezt nem igazán lehet kibányászni, mert túlélő módban is együttés konkrétan ez az érc, illetve hogyha előveszem mondjuk ezt az új csákányt, a Polarium csákányt, akkor igen, tehát hogy még annyira nem működik. Viszont akkor nézzük meg, hogy kell lekraftolni ezeket a dolgokat. Van ilyen téli kő, ami valószínűleg egy új kőfajta, és az alsó rétegekben fogjátok megtalálni, a fagyosabb rétegekben, ahol ezeket az érceket is. Aztán van olyan, hogy furcsa hóblokk. Hát igazából ebben semmi furcsa nincs, egyébként megmutatom már őket akkor így kinézetre. Itt van a téli kő, hát ez egy sima kőblokk igazából, csak át van textúrázva ilyen kékes-zöldes fagyos színre. Ez pedig a furcsa hóblokk, ami azonnal széttörik, de egyébként tökre úgy néz ki, mint a sima hóblokk. Egyébként sem ennek a kőblokknak, sem pedig ennek a furcsa hóblokknak nincs crafting receptje egyelőre. Aztán van itt ez a téli kemence, amit szintén nem lehet még lekraftolni. Illetve igen, azt vettem észre, hogy mintha olvadna a hó. Láttátok már ti is a videó során, hogy eltűnnek a hórétegek? Szerintem az azért van, mert nem esik a hó, és ezért elkezd olvadni. Biztos a Snow Real Magic mod adja hozzá. Szóval így néz ki ez a kemence, ez is egy sima kemence, csak át van textúrázva. Viszont ez még ráadásul nem is működik, tehát próbáltam videón kívül berakni ételeket, azt most nem raktam ide a ládába, illetve szenet raktam bele, nem is kezdte el kiégetni, szóval még nem is működik, ami egy kicsit fura. Aztán van ilyen furcsa, megint eltűnt egy hóréteg, egy furcsa hógolyó, amit szintén nem lehet lekraftolni. Gondolom, hogy ezt a furcsa hóblokkból lehet majd készíteni. Még csak eldobni se lehet, tehát nagyon érdekes. Illetve van ez a Polarium ingot, amit a Polarium ércből lehet szerezni, csak még nem tudjuk kibányászni. Viszont ebből lehet lekraftolni a kardot, az ásót, a csákányt és a baltát. Egyébként kapa nincsen, csak ez a négy eszköz. És 9,1-et sebez a kard, ami azt jelenti, hogy jobb, mint a gyémánt kard. Aztán az ásó 7,6-et, tehát még ez is jobb a gyémánt kardnál. A Polarium csákány 7,1-et és a balta 9,1-et, tehát mindegyik jobb, mint a gyémánt felszerelés. Illetve van még itt egy hógömb a Winter Gem 2018 néven, ugye ez volt a modkészítő versenynek a neve, viszont ezt nem tudom sehogy se letenni. Jobb klikkelni se lehet vele, semmit nem lehet vele csinálni, szóval egyenlőre ezzel se lehet mit kezdeni. Aztán van itt egy Polarium felszerelés, amit szintén nem lehet lekraftolni, csak enchantolni. Nem hinném, hogy ebből az ércből lehet lekraftolni majd, de lehet, hogy esetleg majd így fogják megoldani. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy lekraftolhatatlan páncél, és csak is dungeon ládákban lehet például hozzájutni. Esetleg egy új dungeonben, ami bekerül a játékba. És ha jól látom, legalább olyan jó, mint a gyémánt cucc. Mondjuk nézzük csak meg, 2 és 8, 2 és 8. Akkor szerintem egyenlő a... hát igen, tökre úgy néz ki, mint a gyémánt felszerelés. Jó, hát akkor ez egy áttextúrázott gyémánt felszerelés, ami még nincs is rendesen áttextúrázva. Oké, ezzel még van mit dolgozni szerintem, illetve egy új enchant is bekerül a játékba, a Winter Walker, tehát a téli sétáló enchant. Hát ezt cipőkre lehet rátenni, de erre az új Polarium cipőre, erre nem, kipróbáltam. Viszont például sima Minecraftos cipőkre rá lehet tenni, láthatjátok, hogy ott van rajta.
De nem működik. Tehát, hogy azt hinné az ember, hogy úgy működik, mint az 1.9-es Frostwalker enchant. Tehát, hogyha rásétáltok a vízre, akkor az be fog fajtni. De ez nem is működik így, tehát... ennyi az egész. Szóval egyenlőre ez a mod még eléggé kezdetleges fázisában van, bár ezt mondjuk a fejlesztők is mondták, úgyhogy még van mint dolgozni bőven. Viszont azért elég érdekes dolgokat ad hozzá, kíváncsi vagyok, hogy a jövőben hová fejlődik ez a mod. Meg ugye az összes többi is, mert ezeket még aktívan fejlesztik némelyiket. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miket fognak még hozzáadni. Én csak ajánlani tudom nektek ezeket a modokat, mert már így is elég sok minden van bennük, így tartalom szempontjából, és még valószínűleg frissíteni is fogják őket a jövőben. Minden esetre ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, illetve írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. És hogyha szeretnétek még a többi modkészítő versenyről is videókat látni, akkor azt is mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Valamint ne felejtsétek el, hogy erről a World's Retold nevezetű modról is lesz egy külön mod bemutató majd a csatornán egy-két héten belül. Hát ez egy nagyon király mod, már felvettem róla a videót, és egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy le a kalappal a modkészítők előtt, tényleg az valami zseniális lett. Úgyhogy ennyi is lett volna a mai videó, köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk majd egy következő videóban. Addig is, sziasztok!